Sziasztok! Ma itt van velünk Illés Péter, ahogy ígértem. Golyóval kezdünk, lesz egy kis nyakbacipelés, lesz egy kis tisztázás, kis beszélgetés Péterrel, hogy mit, miért, hogyan. Aztán a végén egy kicsit lépcsőzünk, és szerintem ez a rész az ebből fog állni. Tetszik a videó, akkor nyomj a lájkot, iratkozz fel, és oszd meg barátaiddal, kedveseddel, szerelmeddel. Mert különben, ha nem nyomsz a lájkra, Péter valószínűleg akarok beszélni. Ilyet fog kapni. Ilyet! Vagy ehhez hasonlót. Úgyhogy, tartsatok be! 140 kg. Vissza van a fejlődő. Kell ennek a kifogások. Jól ma megy. Na megint csak a kifogások. Gyere már! Tényleg megy. Alapodjunk. Gyerünk! Meg lesz az! Meg lesz! Minit! Bazd meg! Minden jó magasság! Hát akkor nézzük! Itt van velünk Pupi Lupi! Szia! Itt van velünk egy ilyen fiatalember, kérlek, mutatkozz be, hogy hívnak, hány éves vagy, miért jöttél és mivel készültél, milyen produkcióval. Most már elfelejtettem, annyi kérdést adni fölni. Ja, ez most a kisebbik keret, 115 kg a keret, plusz ugyebár a súlyok, amiket rárakunk, ez mind 25 kilós. Úgyhogy akkor ez így jön ki, hogy 115 ez a keret, ez a kicsi, hangsúlyozom még egyszer. Most kellemes idő van, most van egy ilyen 6-7 fok körülbelül. Na, Tibi, 265 kiló! Azaz! 265 bemelegítés. Erre várunk, hogy öltözön föl, mert olyan, mint egy mennyasszony, különben rosszabb. Nem már hozzányúlni. Fölraktam addig 3.15-re. Ha! Ennyi. Először csak álljál ki vele. Két-három hónapos kihagyásom volt. Nem azt, hogy magyarázok, csak hogy tisztán lássuk az egészet, hogy igazából én most kezdek el megint edzeni. Jó, Peti! Jó! Jó? Ennyi? Leírtam. Ennyi volt. Köszönjük, Péter! Hú! Ennyi volt! Poszter lesz belőle, Peti! Legenda van születésben! Gyerünk már! Lépett vele egyet! Kettőt lépsz, akkor már megverted. Figyelj már! Hány kiló vagy? 70? 71,5. 71,5? Figyeld, kiállsz vele és lépsz egyet! Öv nélkül tegyük hozzá! Oh. Jó van, egálban vagy a Petivel! Ki ez a fiú? Ki ez a srác? Kapod már szét a térkövet! Csekked, majd küldjük, jó? Lecsúszott! Állítólag a Peti már gyerekként olyan erős volt, ketté tudta törni a fénykardot. 3.65! Nyilván! Jön a Peti, azt mondja, hogy megdönt. Megdönt téged a Peti? El akar verni a Peti. Jó legyen! Ne! Nem húztad meg ki? Azt mondtam, hogy valaki húzza. Hát, ki fogja húzni, bazzen? Peti! Na akkor még egyszer egy komolyabb bemutatkozás. Sziasztok, Illés Péter vagyok, 28 éves,
Hát nem tudom, hogy ezt a 365 kilós súlyt per pillanat sikerül-e majd elvinnem. Meg... Nem veszed? Hát most igazából lesz kíváncsi, hogy legalább csak pár lépés, hogyha tudnék vele menni, akkor már szerintem egy nagy boldogságnak örvendhetnék most. Maturába? Igazából a doppingot azt nem ismerem. Enni annál is többet szeretek. És remélem most ez a 365 kiló nem fog kifogni rajtam, mert a mentorom, Fekete Miklós az itt áll itt mellettem. Hát és igazából elég nagy motivációt adott nekem így az évet kapcsán, hát, folyamán. Erre, szóval remélem, hogy most ez elegendő lesz ez, hogy vágod, legalább csak megmozdítsom egy kicsit, legalább a föltől egy centiméterre elemeljem. Amíg egy kis előadást tart, addigra megült az izomzat már. De hogy ült le, gyerünk, akkor csináld meg! Ha csak kiáll vele, én is kiáll. Csináld meg! Lépjél vele legalább párat, lépjél vele! 365, ez már nem kis súly! Azaz! Azaz. Sikerült, figyelj, a terv az sikerült, azt mondtad, hogy lépsz vele egyet-kettőt. Ja. Meg, hogy ezt én mondtam? Na, elérkeztünk egy szép, majdnem kerek számhoz. 405 kilogramm pontosan, ugye? 405 kilogramm. Úgyhogy, hát megpróbáljuk elvinni, meglátjuk, mi lesz belőle. Egyedül maradtam az edzés folyamán, mert jó, engem meg elfelejt. Péter az kiesett így a kosárból. De mindegy. Gyerünk, azaz. Hát ez ilyen szép kézelesen, odafigyelve, gyengéden. Szerintem még egy... Nem tudom. Még följebb. Gondolom, még egy 50 kilóval. Nem akarom, félek, megint meghúzom a nyakamat. Nem tudom, meglátjuk, mi lesz. Na, ennyi. Folytatjuk. Akkor most megkérdezem a Pétert, hogy miért tette ezeket a kijelentéseket a konditermesekre, illetve a gyúrósokra. Úgyhogy most meghallgathatjuk, hogy ő miként vélekedik erről a témáról. Úgyhogy illés Péter. Sziasztok! Először is azt szeretném mondani, hogy nem kimondottan én leszerettem volna fikázni a konditermiseket, szóval az, hogy valaki esetleg így hobbi szinten, esetleg munka mellett így edzi magát, az nagyon is jó, hisz én magam is ezt csinálom, ugye munka mellett eljárok konditerembe, mellette próbálok még így a erős ember sportba is egy kicsit úgy, hát idézőjelben, amit mondhatok magamnak, remekelni, nem remekelni, tudok, amit tudok csinálni esetleg, de viszont azok a kijelentések, hogy én 100%-osan, hogy én lenézném őket, vagy fikázom őket, ez nem úgy van. Mert amikor én is járok ugye konditerembe, a konditermi edzés, ugye tudom, hogy az is milyen, meg tudom, hogy az erős ember sport is milyen, csak viszont amikor mondjuk itt egy sikeres gyakorlatot véghez viszel, akkor eszméletlenül nagy adrenalin szabadul fel. Mert mondjuk, hogyha megfogsz egy 140-150 kilós, vagy egy már 160 kilós kőgolyót, amit igazából nekem is az alapoktól kellett fölépítenem, 90 kilós, 100 kilós, 110 kilós, esetlegesen lehet, igen, tény is való, hogy mondtam azt, hogy ez az edzés, meg hol van a konditerem, de viszont számomra ez egy keményebb edzésnek minősül, mint a konditermi. De viszont ezt ne úgy vegyétek, hogy én fikáznám a másik sportot, mert mondom, én még abba is igazából úgy otthon érzem magamat. Szóval ezt egyáltalán nem úgy gondoltam, hogy én azt lenézném őket, vagy valami ilyesmit. Csak igazából az adrenalin, tudjátok, hogyha most megcsinálsz egy, akkor most mit mondja, hol vannak a kőműesek? Vagy hol vannak a pont. Na, szóval csak ennyit szerettem mondani. Na, köszönjük, szóval Péter. Ennyi az egész. Abban igaza van egyébként, azt alá kell írnom nekem is, hogy a nem is szabad összehasonlítani a konditerem, az más jelleg, ott ugye speciálisan az adott izomcsoportot mozgatsz meg. Személy szerint én is egyébként jártam konditerembe, nem is rendszeresen, de jártam, még a mai napig is hébe-hóba elnézek, ugye láthatjátok a Facebook vagy Insta oldalon is. Mind a kettőnek megvan a magának a célja, hogy ki mit csinál, ki miért csinálja, és ki, hogy más nyilván, aki testépít, az nem feltétlenül akar több száz kilókat, meg autókat borogatni, meg ilyenek. Ő szép akar lenni, esztétikus, arányos izmokat szeretne. Az erős ember, ő erős akar lenni, ő nem akar szálkás, gyönyörű lenni. Egyik sportágat se szabad lenézni, mindegyik sportágnak megvannak a kiválóságai, meg a nagyon jó, pozitív dolgai. De személy szerint én is úgy gondolom, nem csak azért, mert én is ezt tűzöm, de szerintem az erős ember sport az a legextrémebb, ez a legjobb kifejezés.
aki ezt nem próbálta még ki, az úgyse tud átfogó véleményt alkotni, mert egyszer kipróbálod, rájössz, hogy miért mondjuk azt, hogy a erős ember sport idézőjelben nehezebb, mint az összes többi erős sport. Úgyhogy próbáld ki! Csináld meg! Gyere már! Azaz! Szépen, egyenletesen! Fordulj meg! És most vissza! Most végzőt megpróbálom, hallod? A 4.55-tel csak kiállok és lépni bele párat. Na, kiállok és lépni. Négy, 2 utas hozzad már. Levesszük róla ezt a 2 csokis karikát. Oda néz, hogy viszi! Azt a rohadt! Csak oldalára tudunk. Oldalára felállítjuk. 4.55. Segítség! Az a durva! Gyere már! Amúgy, ugye jósnő mellett, Schwarzba, karatamester is vagyok. Egy tibeti templomba tanultam, és Shaolin Kung Fu-t. Semmi, csinál, semmi. Gyere, Peti! A csível foglak most ledönteni. Gyere! Van, és így szembe fújnak! Gyere! De úgy paprika spray. Hozz vissza, létsz ezt a csokis karikát, ezt a 2-t. 4.60, 4.65-re megyünk. Első oldalra, úgy, 4.65. Tudod, mi lesz a cél? Álljál ide, légy szíves. Ez a cél, fél táv, itt. Hát, az... Itt álljál meg, jó? Állj magad! Roma! Roma! Gyerünk! Megvan az! Gyerünk! Az az nagyon jó! Gyere! Gyere, nagyon jó az! Nagyon jó! Gyere! Jó. Jövünk vissza! Nem egy bólog és megy. Bár bemelegedve már be vagyunk, főleg a Peti. Na. Aztán egy 2.40. Jó. Rápróbálunk egyet a 3-ra. Kicsit érzem, az a baj, kicsit érzem a derekam. A golyónál meg a lengőn egy picit, egy csípőm. Mindegy, meglátjuk. Kis csontkovács, kis masszázsos, kész is lesz. Helyre is jön minden. Emel csak el legalább. Emeld el a földtől! Emeld el! Nagyon jó! Nagyon jó! Jó, jó, nem baj, jó. Jó, ez vissza kell. Neked vissza kell még mászkodni ebben. Oh, mindenem fáj! Akkor végezetül a 300-ra még ráemelek egyet. Gyerünk már! Gyerünk, Miki! Keményen! Gyerünk! Gyerünk! Mutasd be! Gyerünk, még egy kicsit megvan! Baszol! Az jó volt. Most éreztem, ez nagyon ízű volt. Kösz, ez jó volt. Nem! De! Veszem is még egyet! Nem! Elég már a... Mobhead Holmes! Ezt a pódot amúgy a tájföldi versenyzőktől kaptam. Nagyon rendes gyerekek voltak. Itt világbajnokságon tavaly Esztergomba. Kidobálták a lányokat. Na, ennyi volt akkor ez a rész. Ha tetszett, nyomj egy lájkot, iratkozz föl, vagy oszd meg, mert különben tudjátok, a Peti bánja. Kapja az ilyen. Peti az 5 éve lekickboxolt. Peti nem adja. A Peti is benne lenne. Nem adja az. A Peti is benne lett volna, mert nem csaptam volna ki. Kicsaptam sajnos.
Találkozunk legközelebb. Szevasztok!